Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az MTN Televízió híradóját látják. Kiemelt híreinkkel kezdünk. Helyben intézhetik navügyeiket a sárospatakiak. Találkozóra hívják a polgármester ösztöndíjasait. Megújult a sárospataki speciális általános iskola. Ügyfélkapu, adókártya, ügyintézés, adószámla egyeztetés, vagy éppen a személyi jövedelemadó bevallások javítása miatt sem kell ezentúl sokat utazni a sárospatakon élőknek és a járás lakóinak. Miután a pataki kormányablakban megkezdte működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálata. A NAV ablakok célja, hogy egyszerűbb és gyorsabb ügyintézési lehetőséget biztosítsanak az állampolgároknak és a vállalkozásoknak. Újítással zárta a 2017-es évet a Sárospataki Járási Hivatal, miután együttműködve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal megkezdte működését a NAV ügyfélszolgálat az okmányiroda épületében. Az átadón elhangzott, egy hónap alatt a megye 8 járási hivatalában nyitottak ügyfélszolgálatot, ezzel teljesítve azt a kormányzati célt, hogy minél gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tudjanak biztosítani a lakosság számára. Egyértelműen megkaphatja azt az információt, nem kell új helybe vagy Miskolcra utazni a sárospataki járásban élő polgároknak, hanem itt a székhely központjában megkapják a kellő információt. Tehát azt is mondhatnám, hogy nem az ügyfél szaladgál, hanem a ügyirat szaladgál a hivatalban, hogy minél korrektebbül és hamarabb elintézzék az adott állampolgárok számára. A NAV életében is fontos változás az ügyfélszolgálatok megnyitása, mondta a megyei igazgató, kiemelve, ezrek számára válik rugalmasabbá az ügyintézés lehetősége. Itt ez Patak esetében a várost és a vonzás körzetét tekintve mintegy 25 ezer állampolgárnak teszi lehetővé azt, hogyha elakadnak adózási ügyekbe, hogy akkor személyesen is meg tudjanak jelenni. Az elérhetőséget a hét több napján is biztosítják. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja az volt a NAV ablakok megnyitásával, hogy minél közelebb hozza az ügyintézést az állampolgárokhoz, hiszen ezentúl már a sárospatakiak, illetve itt a környéken élők itt helyben tudják majd az adóigazgatási ügyeket elintézni. Egy héten 4 nap lesz nyitva a NAV ablak, 2 kivételével minden munkanap várják majd a kedves ügyfeleket. Jó, kiegészíti a kormányablak működését az adóhatóság, hiszen a rendszer lényege, hogy minél több ügyet lehessen helyben elindítani vagy elintézni, mondta a járási hivatal vezetője. Ehhez a NAV ügyfélszolgálat mindenképpen egy bővülés, mindenképpen egy többletet ad, és azt gondolom, hogy a sárospataki járásban élő polgárok és vállalkozások számára lényegesen meg fogja könnyíteni az életüket az, hogy nem kell már Sátoraljaújhelybe vagy akár Miskolcra elutazni adóhatósági ügyeket intézni, hanem a kormányablakban, ahol egyébként már közel 2000 ügy típusban ügyintézhetnek, most még további bővítésként adóhatósági ügyfélszolgálat is megkezdte működését. A NAV ablakban az adóhatóság munkatársai dolgoznak, akik valamennyi adóhatósági témakörben tudnak felvilágosítást nyújtani az érdeklődőknek. Az idén lassan eléri az 50 főt azoknak a diákoknak a száma, akik Sátoraljaújhely polgármesterének ösztöndíjasa elismerésben részesültek. A Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány támogatásával indult a program, és része a város fiatalokat megtartó és támogató akciójának. 2014. januárjában adták át az első ilyen ösztöndíjat, és idén nyára az ösztöndíjasoknak találkozót szerveznek. A diákok majd elmondhatják, kivel mi történt az elmúlt években. Kendi Tamás volt az első, aki a Sátoraljaújhely polgármesterének ösztöndíjasa elismerést átvehette. A fiatal fiúval most nem tudtunk interjút készíteni, hiszen jelenleg is Budapesten tanul. Ő volt az egyike azoknak, akik televízión kamerája előtt is beszámolt terveiről. A diákok, akik ösztöndíjat kaptak és kapnak máig, iskolájuk végzős tanulói, tervekkel és álmokkal. Ki munkába, aki tovább tanulásban gondolkodott, mikor megszólaltattuk. Kivel mi történt az elmúlt évek alatt? Erre kíváncsi most az önkormányzat és a polgármester, ezért nyára egy találkozót szervez az ösztöndíjasoknak. Szeretnénk kiaknázni
ebben rejlő lehetőséget, ezért egy Facebook csoportot és egy közösséget szeretnénk létrehozni, és a nyár folyamán, valószínűleg augusztusban meghívnánk az összes díjazottat a díszterembe, ahol az elérhetőségek beszerzése után az következne, hogy bármilyen irányban indul a város, vagy gondolkozik fejlesztésekben, bármilyen programban, akkor nekik megküldenénk azokat az információkat, amit jó tudni róla, és várnánk a véleményüket. Tehát egy élő közösség alkotás, az itteni fiatalok és a fiatalok között is talán a legjobbak, mondhatjuk így számára, mert mi a tettekben is szeretnénk ezeket a fiatalokat a város életébe, vérkeringésébe bevonni, minél többüket itt látni majd Újhelyben, és hát a jövő város vezetése, a jövő intézmény vezetése, vállalat vezetése lehet, hogy ott van közöttük. Nos, mi és én személy szerint rendkívüli módon számítok az ő fiatalos mentalitásukra, az abból adódó, abból fakadó gondolkodásukra, mert ez a frissítés, ez minden egyes közösségnek, minden egyes településnek fontos, úgyhogy megyünk tovább, és persze, válaszolva a kérdésre, azt is megtudjuk, hogy mi lett velük. Az ösztöndíj nem titkolt szándéka az is volt, hogy a fiataloknak alternatívát mutasson a város. Nem csak a nagyvárosokban, a fővárosban, vagy éppen külföldön lehet boldogulni, hiszen minden ösztöndíjas fiatal egy tehetséges, szorgalmas és kiváló példakép társai előtt. Jelentős felújítás valósulhatott meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki tagintézményében. A helyben Erdélyi János általános iskolaként ismert intézményben több mint 20 éve nem volt érdemi fejlesztés. Több helyen beázásokkal küszködtek, elavult volt a fűtési rendszer, és a szél is kibejárt egyes ablakokon. 160 millió forintos pályázati forrásból néhány hónap alatt elkészült az oktatási intézmény energetikai felújítása. Hivatalosan is átadták az EGMI Sárospataki tagintézményét. Az önkormányzat még 2017 májusában értesült arról, hogy az általa benyújtott top pályázatok az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kiírás részeként több fejlesztésbe is belekezdhetnek. Ezek egyike volt az Erdélyi János általános iskolaként ismert oktatási intézmény épülete, amely ugyan megyei fenntartású, de az épület a Pataki önkormányzat tulajdonában van. A kivitelezést még a nyár során elvégezték, a műszaki átadás december elején történt meg, ezt követően hivatalosan is átadták a tanulóknak a megújult épületet. Kis Márta intézményvezető azt mondta, az ingatlan 20 éve szolgálja a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését, oktatását az eltelt évek alatt több üzemeltetési probléma is felvetődött. 97-ben költöztünk ebbe az épületbe, és bizony 20 év alatt nagyon sok megoldandó probléma várt megoldásra. Mint hogy említettem már, hogy a lapos tető rossz állapota, a kazánnak a rendkívül rossz állapota, a nyílászáróink állapota, a hőszigetelése nem volt megoldva ennek az épületnek, és most ez megoldódott. Amikor valóban így volt, amikor megtudtuk, hogy a város tervezi az iskolánk épületének a felújítására pályázatot benyújtani, mert annak is nagyon örültünk. És most, hogy ez megvalósult, 17 nyarán kezdődtek itt el a felújítási munkálatok, és energetikailag megújult az iskolánk, és meg is szépült az iskolánk, hát ennek csak örülni lehet. Az Erdélyi János általános iskola épületét egy több intézményt érintő energetikai beruházás részeként újította fel az önkormányzat 160 millió forintból. Konkrétan ennek az épületnek a vonatkozásában egy régi adósságunk törlesztéséhez kezdtünk hozzá, hiszen gyakorlatilag ez az épület a rendelkezésre bocsátás óta nem volt felújítva. Akik korábban járhattak itt, láthatták, hogy az a színvonalos oktató-nevelő munka, amelyet itt folytatnak, az milyen körülmények között zajlott. Ehhez képest én úgy gondolom, hogy most a korszerűsítés, a felújítás után ez a színvonalos munka méltó körülmények között folytatódhat tovább. Az átadó ünnepség részeként az egyházak képviselői megáldották a felújított intézmény épületét, majd az iskolában tanuló diákok rövid karácsonyi előadással örvendeztették meg a közönséget. Donkó József, a Lámpás az Oktatásért Alapítvány nevében 300 ezer forintot adott át az igazgatónak, ezzel segítve a jelenlegi 87 tanuló további oktatásához szükséges fejlesztések megvalósulását.
Az önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Károlyfalván című pályázati program keretében valósul meg, a Károlyfalvai faluház korszerűsítése. Az épület homlokzat szigetelése, új biomassza kazán és a napelemes rendszer telepítése által válik energiatakarékosabbá. Az épületek, intézmények energia és költséghatékonyabb működtetése. Ez a célja a Sátoraljaújhely város önkormányzata által megvalósított azon két pályázati programnak, melyeknek keretében 7 saját tulajdonú intézmény energetikai korszerűsítését valósítják meg összesen 700 millió forint értékben. A projekt során iskolák, művelődési házak, orvosi rendelő, valamint a polgármesteri hivatal is megújul. Ahogy megnyílt a forrás lehívás lehetősége, és láttuk, hogy milyen pályázatokat adhatunk be, rögtön elkezdtünk számolni az épületeinkkel, egyrészt, hogy üzemeltetési szempontból melyek azok, amelyek leginkább rászorulnának, illetve melyek azok, amelyek energetikai szempontból rászorulnának a lehető legnagyobb mértékben, és végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos szempont volt a pályázatoknál az úgynevezett indikátoroknak a teljesíthetősége. Így állt össze ez a két említett csomag egyszer 399, egyszer pedig 299 millió forint értékben, amelyek nagyon sok épületet tartalmaztak. A Károlyfalvai faluház esetében az épület külső homlokzat szigetelése, az elavult gázkonvektorok biomassza kazánnal való kiváltása történik meg, de napelemes rendszer kiépítése is a pályázati program része. Jobb lesz azért a hőérzet, ősztől tavaszig az épületbe a szigetelésnek nyílászáró cserének köszönhetően. Másik oldalról meg egy energiahatékony, költséghatékony üzemeltetés, mert azért egy modern biomassza kazán azért olcsóban és ügyesebben üzemeltethető. Ráadásul a napelemnek köszönhetően, napelem beruházásnak köszönhetően elektromos áram előállítására is lehetőség nyílik. Éppen ezért költséghatékonyabban tud működni az épület, ami ugye önkormányzat tulajdonban van, de akár a település rész önkormányzat, akár a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akár az ott működő óvoda nagyon sok rendezvényt szokott megvalósítani, és egyéb településrészi falusi rendezvényeknek is otthont ad. Úgyhogy azt gondolom, ilyen szempontból mindenféleképpen fontos, hogy ezt a beruházást el tudjuk készíteni. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Károlyfalván elnevezésű pályázati program keretében már megvalósult a Károlyfalvai faluház mellett a mezőgazdasági szakközépiskola fejlesztése, de ezen projekt keretében történik meg a polgármesteri hivatal és a Kossuth Lajos gimnázium energetikai korszerűsítése is. Az önkormányzat hasonló pályázati forrás segítségével szeretné megvalósítani a Széphalmi és a Rudabányácskai faluházak energetikai fejlesztését is. Erre is keresi a lehetőséget. Az ünnepekben is lehet egészségesen táplálkozni, ezt is megtanulták a Sárospataki Cukorklub tagjai. A hosszú ideje jól működő klubfoglalkozásokon a betegek saját tapasztalataikat, míg az orvosok és dietetikusok a legújabb szakmai információkat osztják meg a betegekkel, hogy ezzel is megkönnyítsék a ma már népbetegségnek számító cukorbetegséggel élők hétköznapjait. Évtizedek óta tartanak külön foglalkozást a cukorbetegséggel élőknek Sárospatakon. 2014-től szervezett keretek között a Városi Rendelőintézet munkatársai igyekeznek minél hatékonyabban segíteni a betegeket, illetve családtagjaikat. Céljuk, hogy tudatossággal hozzásegítsék a gondtalan élethez az egyébként cukorbeteg embereket, hiszen hiába él akár évek óta együtt cukorbetegségével a beteg, újabb és újabb információk látnak napvilágot. A kiindulásunk a klub csoportfoglalkozásokon mindig az, hogy tulajdonképpen mi a lényege a betegségnek, mi az, ami szövődményként felléphet a betegség kapcsán, illetve milyen életmódváltásra van szükség, vagy pedig, hogy ha esetleg készülékkel, tehát a dékonttal vannak problémák, felmerülő problémák, akkor abban nyújtunk segítséget. Sajnos mára-mára népbetegségek közé kell sorolni a cukorbetegséget. Világszerte több mint 250 millió ember diabéteses, Magyarországon pedig a cukorbetegek száma meghaladja a 772 ezret.
Sajnos nő a cukorbetegeknek a száma, ez betudható annak is, hogy az életmódváltás az nem mindig történik sikeresen. Nyilván, hogy vannak bevezető tünetek egyébként a cukorbetegeknél, gondolok itt a magas vérnyomásra, az elhízásra, vagy a magas vérzsír szintre, a laboratóriumi vizsgálat kapcsán az kiderül, és ez lehet bevezető tünet is. De van olyan, amikor a vércukor emelkedést tapasztalja a beteg, és utána jelennek meg ezek a tünetek, ezt ilyen gyűjtő néven metabolikus szindrómának szoktuk szakmai nyelven nevezni. Az év utolsó cukorklub foglalkozásán természetesen a karácsonyi időszakra vonatkozó étkezési és édességfogyasztási szokások is szóba kerültek, hiszen azért, mert valaki cukorbeteg, nem jelenti azt, hogy ne ehetne a klasszikus ünnepi fogásokból, csak jobban kell figyelni az alapanyagválasztásra és a mértékre. A Borsod-Zemplén megyei Balesetmegelőzési Bizottság 2017-ben is meghirdette a Hullahó téli közlekedés biztonság gyermekszemmel című rajzpályázatát. A pályázatra a megye óvodásainak és általános iskolásainak pályaműveit várták. A bizottság ezzel a felhívással is szeretné rávilágítani a gyermekek figyelmét a biztonságos közlekedésre. A Sátoraljaújhelyi Református Általános Iskola eredményesen szerepelt az elmúlt évi pályázaton. Egy diákja külön díjat kapott, de maga az oktatási intézmény is külön díjba részesült a legtöbb pályamű beküldéséért. Csináltam játszóteret, állatokat. A kutya kergeti a macskát, a macska meg az egeret. Fruzsina szeret rajzolni. Bizonyítja ezt, hogy az osztálytermét is díszítik az általa készített képek. Így egyértelmű volt, hogy indul a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatán. A beküldött pályaművét a bíráló bizottság külön díjban részesítette. Az oklevelet és az ezzel járó jutalmat a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai adták át a diáklánynak. Nagyon szeretek rajzolni, meg élvezem, amikor a ceruza benne van a kezemben. A rajzom a legtöbb balesetet jelenítette meg, meg a táblákat, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy mit kell a kocsira tenni, például a hóláncot a kerékre, vagy hogy állatok is előugorhatnak, vagy csúszásveszély, meg minden ilyesmi baleset. Nem csak Fruzsina részesült külön díjban, hanem oktatási intézménye is. Ugyanis a megyében a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola volt az az oktatási intézmény, mely a legtöbb pályaművet küldte be a megyei baleset megelőzési bizottság felhívására. Nagyon sokféle versenyen veszünk részt, meg rengeteg pályázaton veszünk részt, tehát olyan pályázatokon, amit a tanulók számára írnak ki. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a rendőrség által felhívott, figyelemfelhívó pályázatok nagyon hasznosak, hiszen a gyermekek, mikor így rajzolni kell téli körülményekkel kapcsolatos közlekedési dolgokat, akkor ők átgondolják ezeket, és tehát megtanulnak is belőle, fel tudnak készülni ezekre a téli közlekedési veszélyekre, és úgy mondom, játszva a rajzolás közben sajátítják el azokat a helyes magatartási formákat, amivel esetleg egy balesetet meg lehet előzni. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Baleset Megelőzési Bizottság fennállása óta hirdeti meg a Hullahó téli közlekedés biztonság gyerekszemmel című rajzpályázatát. Az elvárás minden évben az, hogy a rajzokból kitűnjenek a téli közlekedés veszélyei, a közlekedés biztonság, valamint a baleset megelőzés fontossága. A gyerekek változóan látják a téli közlekedési helyzetet, nyilván mindegyik rajzon megelevenedik a téli időjárási körülmény. Van, akinek a gyalogos átkelőhelyek, van, akik a megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek közlekedését örökítik meg, változó, de mindenhol látható az, hogy azért a téli hangulatok rajta vannak ezeken a rajzokon. A díjátadó alkalmával a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai arra biztatták a gyerekeket, hogy vegyenek részt a rendőrség, valamint a Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett versenyeken, pályázatokon. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Helyben intézhetik navügyeiket a sárospatakiak. Találkozóra hívják a polgármester ösztöndíjasait.
Megújult a Sárospataki Speciális Általános Iskola. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen, vagy keressenek közösségi oldalainkon. Megköszönöm már, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!